Tehát az előző kis videóban a Jezsuita Roma Szakkollégiumot láthatták. Nagyon jó volt felidézni ezáltal a kollégista éveimet. Most viszont Csapó Barbarával, a Lehetőségek Iskolájának vezetőjével beszélgetek. A két program célja azonos, hogy a hátrányos helyzetűeket felkarolni és támogatni. Hogyan segít a Lehetőségek Iskolája ebben? Milyen alapelvek alapján működik? 2010-ben indultunk Miskolcon azzal a céllal, hogy az olyan felnőtteknek segítsünk az iskoláiknak a folytatásában, akik tankötelezettségük idején valamiért a 8 általános nem tudták befejezni. Nem kérdeztünk senkit, semmit, ki, miért, miért nem fejezte be az iskoláit. Mindenkinek onnan segítünk, ahol elvesztette a fonalat, legyen ez irodalomból, alsó tagozat, vagy nyelvtanból, matematikából, tehát ez az egyik alapelvünk, hogy onnantól kezdve segítünk, ahol valami elakadás volt. Sokan eljutnak 6.-7. osztályig is vannak általános iskolai alsó tagozatos hiányok, mi első osztálytól 8.-ig bárhonnan segítünk, és osztályozó vizsgával zárul az oktatás. Nem lehet egyszerű egy felnőtt embert motiválni arra, hogy a munka és család mellett visszaüljön az iskolapadba. Ezt hogyan teszitek meg, hogyan motiváljátok őket? Hát a motiváció a legnagyobb kérdés. Ami változott 2010 és 2019 között, az, hogy 2010-ben mindenki munkanélküli volt, és könnyű volt délelőtt bevonni őket az oktatásba. Most viszont mindenkinek van munkája, tehát ez a nagyon nehéz, hogy munka család mellett még felnőttként a tanulásra is időt szakítsanak. A motiváció az akkor jó, hogyha belülről jön. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy aki fiatalon jön hozzánk, tehát 20 éves kora előtt, tehát 16, akkor ugye megszűnt a tankötelezettség, és 20 éves koráig, én csúnyán szoktam fogalmazni, de ezt ilyen jó értelemben mondom, hogy még nem kapott annyi pofont az élettől, hogy belássa, hogy tanulni muszáj, hogy ez a továbblépésnek az egyetlen útja. 20-as, 30-as éveikben járó fiatalok megtapasztalják azt, hogy nem tudnak az életben tovább lépni, nem tudnak munkát találni, nem tudnak jogosítványt szerezni, illetve az édesanyák kínosan érzik magukat, hogy nem tudnak az iskolás gyerekeknek segíteni. És amikor ez így belülről jön, ez az érzés, hogy nekem magamnak kell tenni magamért, akkor tudunk mi igazán jól segíteni. Ugye 2010 óta működik a program, azóta milyen eredményeitek vannak? Hát kb. 500 felnőttnek tudtunk segíteni azóta. Az én fejembe, szívemben ez 500 életregény. Tehát a másik alapelvünk a működésben, ugye kérdezted, hogy milyen elven működünk, hogy egy nagyon, nagyon jó baráti, bizalmi viszonyban vagyunk a tanítványainkkal. Tehát, hogy nem azzal kezdjük, hogy tanulunk, hanem hogy ígyunk egy kávét, ígyunk egy teát, mi újság van veled, hogy érzed magad, és találjuk ki együtt, hogy most irodalommal kezdjünk, vagy történelemmel, vagy matekkal, és hogy nézzük meg, hogy hol tartunk most. És nagyon jó érzés ebben a jó kapcsolatban, barátságban lenni. Tehát mindig idézőjelben megsiratjuk a tanítványokat, amikor végeznek és elmennek tőlünk, és nagyon örülünk, amikor látjuk, hogy tovább léptek az életbe. Éppen tegnap találkoztam egy tanítványból, egy tanítványunkkal, már nem is emlékszem, hogy mikor tanítottuk, egy nagy áruházba futottunk össze, és rám köszönt. És kérdeztem, hogy mi újság van vele, és mondja, hogy dolgozik, és azóta már jogosítványt is szerzett. És ha bár már nevére sem emlékeztem, csak a huncutságot a szemében azt felismertem. És olyan jó érzés volt, hogy odajön, megismert, és örömmel újságolt, hogy milyen sokat adott neki az iskola. Tehát az a tapasztalat, hogy valóban segíthet a kitörésben a tanulás? Maximálisan, és csak ez az egyetlen. És azt nem tapasztaljátok, hogy a másik oldalról is szükség lenne egyfajta nyitottságra, a munkaerőpiacról és a többségi társadalom? Igen, elére. Éppen beszélgettünk ugye az adás előtt is, hogy nekem, ha lenne egy varázspálcám, akkor kétfelé suhintanék vele. Az egyik az ez, hogy a többségi társadalom legyen egy picit befogadóbb. Hogy higgy el, hogy azért, mert valakinek az élete nem úgy alakult az élete elején, attól még nem biztos, hogy később nem
tudja más irányba terelni az életét is. Én még ebben a munkában jóért rosszat cserébe sosem kaptam. Tehát, hogy hálás szeretettel teli tekintetek, kicsi apró ajándékok, amikor levizsgáztak a tanítványaink, és nagyon sok szerető, kedves üzenet, amit én kaptam. És én igazából annyira boldog lennék, hogyha mindenki elhinné azt, hogy ezek az emberek tényleg képesek megállni a helyüket egy munkába, tényleg képesek dolgozni, és hogy akarnak is. A másik pedig az, hogy szeretném azt, hogyha mindenki akarna tanulni, hogyha a családok, a baráti kör nem lenne visszahúzó erő sok esetben, az, hogy ha látná mindenki, hogy a tanulás az érték, hogy a könyvlapja az nem csak begyújtani jó. Hogyha valaki ezután a beszélgetés után kedvet kapna ahhoz, hogy jelentkezzen erre a programra, hogyan teheti meg és hol? Nagyon érdekes, mert az is változott az elmúlt 9 évben, hogy legtöbben interneten találnak meg minket. Tehát, hogy a jezsuita honlapon mindenképpen a társadalom menüpont alatt a Lehetőségek Iskolája megtalálható, egyébként pedig az, hogy Lehetőségek Iskolája Miskolc, ott úgy szintén nagyon sok oldalt fölhoz, de a munkaügyi központokban is ott vannak a szórólapjaink, úgyhogy szerintem ez nem egy bonyolult feladat. És országszerte most hány helyszínen vagytok jelen? Budapesten, Miskolcon, és hát van több partnerszervezetünk, Csobánkán, Esztergomban, Arlóban, és felsorolni is sok. Tehát én azt szoktam mondani, hogy aki szeretne tanulni, keressen meg, és megtaláljuk a legközelebb eső önkéntest, mert ugye önkéntesekkel működünk, önkéntest vagy partnerszervezetet, aki tud neki segíteni. Viszont én azt tudom, hogy te Turánról származol, és én azt szeretném kérdezni tőled, hogy neked mi a tapasztalatod, mennyire volt neked nehéz vagy könnyű eljutni egy egyetemi szakkollégiumig, egyetem elvégzéséhez, Kossuth Rádióig, második diplomáig. Hát én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mivel a családom is, soha nem voltunk mély szegények, de nem volt egyszerű eljutni az egyetemig. Kellettek hozzá a mentorok, a tanáraim az általános iskolában, és a szüleim, akik folyamatosan biztattak, hogy tanuljak, mert csak így tudok kitörni onnan, és természetesen a jezsuita roma szakkollégium is nagyon sokat segített, mikor ide kerültem, már csak azzal is, hogy helyszínt biztosítottak, hogy van hol laknom, és részese lehetek az egyetemi közösségnek, és a különböző programokkal, a közös vacsorákkal, a színvonalas kirándulásokkal nagyon, nagyon sokat adtak, és szerintem hozzájárultak ahhoz, hogy most az vagyok, aki. Tehát, hogyha nem lett volna, akkor sokkal nehezebb lett volna eljutnom idáig. És ugye azonos problémákkal rendelkező, azonos kultúrával rendelkező emberek között élni azért is volt nagyon jó, mert ott megbeszélhettük, hogy mik azok a nehézségek, mik azok a sikerélmények, amit elérhettünk együtt. A családod mennyire volt támogató, és mit tudsz mondani azoknak, akiknek a gyermeke szeretne tanulni, és esetleg a szülőknek van félelme elengedni a gyereket középiskolába, egyetemre? Ugye ez nálunk is probléma volt, vagy nem mondanám problémának, hanem nehézség, hogy elengedjenek egyedüli cigánylányként kollégiumba, de mint említettem az előbb is, az nagyon sokat segített, hogy azonos értékrenddel, azonos kultúrával rendelkező diákok közé mehettem, és a szülőket is jó szívvel fogadják ebben a kollégiumban. Hogyha valaki szét akar nézni, meg akarja nézni a környéket, akkor lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezt megtegye, és láthatják a szülők, hogy ott jó kézben vannak a gyerekek. Én látok egyfajta ilyen előrehaladást abban a munkában, amit én végzek, és kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy például Arlóban a Szent Ferenc kisnővérei, ugye Óz mellett egy pici település, első percről kezdve partnereink. És ott ők oktatják a felnőtteket, és most már elfogyott az a réteg a hátrányos helyzetűek között, akinek a 8 osztály befejezésére van szüksége. És tovább léptek egy magasabb szintre, tehát most már középiskolába, és
hát az egyetemre még, egyetemistájuk még talán nem volt, de hogy jezsuita diák is van az arlói cigányság köréből, szinte minden évben van gyerek a jezsuita gimnáziumba tőlük. Hogy én picit ez ilyen jó érzés nekem, hogy akkor jól végeztük a munkánkat együtt, hogy ugye ők tanították a felnőtteket, és hozták hozzánk vizsgázni. És hogy most már középiskolába meg érettségizni viszik, és van most egy érettségizőnk is, akit mi tanítunk, és tőlük jött. Hogy te látsz egy ilyen előrelépést ezen a területen? Mindenképpen van előrelépés, de szerintem ezen a területen még van mit tenni, mert szerintem a hátrányos helyzetű és vagy cigányok körében a legnagyobb problémát az jelenti, hogy mi hisszük el a legjobban a sztereotípiákat, hogy nem tudunk előre haladni, hogy nem tudunk elvégezni egy egyetemet, és elsősorban ezt kéne elhitetni saját magunkkal, hogy nekünk ez menni fog, és hogyha ez sikerül, akkor előre tudunk lépni, és ebben egyébként a lehetőségek megvannak, itt a két program, ami segíthet a diákoknak. Ez olyan jó, hogy ezt mondod, mert hogy én is azt folyamatosan azt érzem, hogy vannak felnőttek, vannak fiatalabbak, akiknek fontos, hogy tovább lépjenek és példát mutatnak. És te is egy ilyen jó példa vagy nekem, és az én szívem ilyenkor nagyon örül, mert hogy azt látom, hogy tényleg jó volt az, hogy az oktatás irányába tenni erőfeszítéseket. És jó látni csillogó szemű gyerekeket, akik nehéz sorból jöttek, és mégis sokra vitték, és jó látni a szülőket, amikor ők is tovább tudnak lépni, illetve a gyereküket tovább tudják küldeni, vagy bátrak, hogy elengedjék őket. Igen, mindenképp kellenek a pozitív példák. Ugye beszéltünk az eredményekről, most így a beszélgetés lezárásaképp egy picit a jövőbeli célokról is, a lehetőségek iskolája. Mi a terv a következő évre például? Hát én szomorúan látom a középiskolai lemorzsolódási adatokat, tehát hogy még azt gondolom, hogy sokáig lesz ezen a vonalon tennivalónk, de arról egy ilyen jó példa, hogy ott elfogytak azok, akiknek 8 osztály nincs, tehát hogy ott szükség van, de ahol szükség van a mi munkánkra, oda megyünk, és örülök, hogyha a tanítványaink közül érettségi vagy szakma irányába tudjuk elmozdítani a felnőttjeinket, illetve hogyha kapok olyan felajánlást, hogy munkát ajánlanak fel, akkor örömmel vagyok esetleg mentora ezeknek a felnőtteknek, akik a mi szárnyaink alól kerülnek ki.